Üdvözlünk mindenkit, ez most egy kicsit rendhagyó unboxing lesz. Minden unboxingunk rendhagyó, Miklós. Igen, valami eleve használtam, veszünk és úgy bontunk ki. Már korábban videókban említésre került a The Yeti nevű oldal, ahonnan főleg én szoktam rengeteg pólót rendelni. Igen. És a közelmúltban volt egy akciójuk, hogy zsákba macska stílusban lehetett rendelni pólókat, csak a méretet lehetett megválasztani, viszont így olcsó volt. Meg a fazont, igen, hogy női vagy férfi póló, vagy trikó, vagy kapucnis pulcsi, ja, vagy ilyesmi. Kapucnis pulcsi, bevállaltam volna most így utólag, de most már mindegy. Szóval a lényeg, hogy mi állandóan rendelünk a Yetiről. Nekem azt hiszem 4 vagy 5 pólom van Yetiről. Nekem... Ugye 2 EGDQ-s, egy animés, a SNES-es, nem, akkor csak 4. Én szerintem már 7 minden napján tudnék Yeti pólóba rohangálni bármikor, mert én nekem már nagyon sok úton is van még pólóm, amit várok, a Songon szerintem 3 vagy 4 ezeken kívül. Hát nekem most jött volna az 5., de végül az nem jött meg. Ugye március 1-én rendeltem meg, és azóta várom a csomagot, úgyhogy kérdem egy refundot, amit meg is kaptam, úgyhogy rendesek voltak. Na minden esetre ugye több száz lehetséges póló dizájn van, mert lehet, hogy olyan is lesz benne, ami már megvan. Tényleg, hát az is simán. Igen, tehát... Vagy olyan, ami rohadtul nem tetszik, vagy olyan, ami nagyon tetszik. Azt remélem, hogy legalább azt megcsinálták, hogy a csomagon belül ne legyen duplikáció. Tehát, hogy ne legyen még kétszer ugyanaz a póló. Van egy bizonyos póló, ami hogyha benne lesz, akkor én is fakadok, ami a mai napig bánom, hogy nem rendeltem meg. Van az a klasszikus kép a Jokerről, amikor az esőben fogja a fejét és rög, amikor megőrül. És azt megcsinálták Waluigi-ba, és a ha-ha-ha helyett mindenhol va-va-va van körülötte. Közben meg vendégszerepelt David barátunk a kutyája. Akinél felveszünk amúgy ezt a videót, azért látjátok a szép asztalt, és azért látjátok szépen a felvételt. Igen, és most kölcsön kamerájával veszük föl, úgyhogy nagyon-nagyon... Mi mindig súfnik vagyunk, pedig ragaszkodik a podcast. Hát az Eldás unboxingnál még igen, technikáját ott is használtuk, úgyhogy nem lehet ismeretlen számotok, úgyhogy ezután ugyanaz az állvány, ugyanaz a kamera, köszönjük. Igen, maximális respekt. Ez nem jött volna létre. És... Ó, az egyiket én már tudom is, hogy melyik. No akkor. Most kihúzzuk a szatyorból. Na lássuk csak. Amúgy nagyon király kis, az én kezem, kis csomagba jön, tehát így tök ilyen egyéni külsőt kap. Az egyik póló fekete alapon valami. Ez kérlek egy, ezen gondolkodtam is, bár inkább úgy, hogy a Ricsinek ajánlom, mert ez egy Kingdom Hearts-os póló. Ó, mondjuk jó a dizájn, ezt tetszik. Vagy nem? Mercenary Kings. Nem, az az indie játék. Volt egy hasonló, az volt Kingdom Hearts-ba, de igen, most nézem. Szerintem hogy... volt egy ilyen játék, vagy hát ez mi lehet? David, te esetleg? Ez miből lehet ez a póló? Szerintem van egy ilyen játék, hogy Mercenary Kings, de megnézem. Igen. Ez a Mercenary Kings nevű ilyen shoot'em up játék, ez nekem meg is van PC-re amúgy. Vagy legalábbis valami ehhez hasonló játék. Igen, ez ilyen pixeles ilyen shoot'em up. És gondolom abban van, abból akkor. De ez tök jó az a nekem dizájn. Először egy másik pojított eszembe, hogy ilyen szürkés feketés volt, és az Kingdom Hearts-os volt, igen, és igen. Hasonló volt nagyon a dizájnja. Úgyhogy... Jól néz ki. És hogy a gyárest vettél? Biztos a kedvéért. Meg ugye most ugye nyáros időben azért nem gáz, hogyha izé lezser az emberen a póló. Nekem is, én is XL-es szoktam inkább, mint LS. Az LS az már kicsire a Yeti is. Következő. Ez a másik póló az viszont teli találat. Ez annyira jó, hogy ez jött. Ez jól néz ki. Szerintem ezen is gondolkodtam, és végül és nincs sok pénzem, meg annyi pólom van. Ez a Super Smash Bros. Ez teli találat. Ez tényleg kurva jól néz ki. Ezt nagyon sok. És van rajta egy Donkey Kong is, úgyhogy még az sem panasz. Ugye a klasszikus karakterek még az első Nintendo 64-es. Tényleg az első, Super Smash Bros.-ből, ahogy nézem, bár Yoshi, hételen... Luigi, Mario, Link, Captain Falcon, Donkey Kong, Star Fox. Te látod rajta a Pikachu-t? Mert egy időt nem szúrtam ki eddig a klasszikus karakterekből. Nem, nincs rajta. Várjál, ez viszont szóval nem is volt benne a Nintendo 64-esben, akkor már volt az random elmélet. Igen. De amúgy ott hátul látom Star Foxot. Igen. Ezt, hogyha lecserélték volna a Pikachu-ra, akkor működött volna a dolog. Most legyen azt tudom, hogy Luigi benne volt az eredeti Smash-be, vagy ő is csak a Melee-be volt benne először. Lehet, hogy csak a Mario meg Yoshi voltak benne a Mario sorozatból. Tetszik a pólónak a sárga színe is alapból. Kevés pólón van onnan, ami sárga.
Azt hiszem egy jön még, amin meg a Diddy meg a Funky Kong van rajta. Nekem egy szürke van, két fekete, meg egy nagyon sötét kék. Minden esetre már ezért megérte ezt a zsebmaska csomagot berendelni. Na és nézzük az utolsót. Ó, ez valami teki katonás. Igen, ez egy dry bone szerintem. Aha. Tudod, csak ilyen, nem lehet megölni, csak ugye mindig csak a köpennyel lehet őket megölni, igen, mert különben mindig ugye föléled. Csak kicsit ilyen 80-as évekbeli ilyen New Wave dizájnja van, ilyen New Wave elemezborító. Szerintem ez is lesz rajtam egy jó párszor, jól néz ki. Nekem eddig ezt tetszik a legjobban. Nekem a Smash-es a kedvencem. A Mercenary Kings-es, az mivel annyira nem ismerem a játékot, az nekem annyira nem... Itt az idő, hogy bepótolod. Ez egy jó izére, nem? Figyelj, úgyhogy már a téma feljön, arra már jó volt. Tehát lehet, hogy miután megismerem a játékot és megszeretem utána, akkor az a póló és úgy addig fogod, kell, hogy úristen, de szerencsés vagyok, hogy ez jött. Igen. De ez, meg főleg a Smash-es miatt én örülök ennek a zsákmacska csomagnak, hogy... Ez egész korrekt. Én sokkal rosszabbra számítottam, én teljesen őszinte leszek. Én nekem most hirtelen eszembe jutottak ezek a ilyen nagyon lányos dizájnok, az a rózsaszín póló, amin a Sailor Moon lányok vannak rajta, mindent. Én ezzel kezdtem azon gondolkodni, hogy mi lehet az egy készlet kisöprésnél, amiből maradt annyi, hogy kiszólják egy ilyen. Én leszoktam menteni a kedvenc póló mintáimat teljes méretben a Yetiről, amiket amúgy tetszik, de amúgy nem venném meg, vagy megvenném, csak éppen nincs annyi, vagy nem tudom. És múltkor volt az egyik legrosszabb póló mintájuk ever. Fehér, sima fehér dizájn, és pirossal a szöveg volt, hogy I'm a friend vagy of yours, vagy valami ilyesmi. Arra én is ilyen, és ilyen iszonyatosan fos, tehát semmi extra nem volt, tényleg olyan volt, mint ilyen basic, ilyen háromdönös póló. Van a Suk, azt hiszem az a neve annak a designer csávónak, hogy ilyen szándékosan ilyen bootleg kinéző pólói vannak, ami rajta vannak különböző karakterek. És az utolsó a Fonzi mindig. A Fonzi mindig, basszus. És nem tudom, hogy abban mi a vicces, mi az extra, az nem tudom, hogy honnét jött. Szándékosan elbaszott rajzok. Mindig. Ugye most kettő is van, amiben... Igen. Legend of Zaldo. Zaldo, igen. Van egy kettő jó poén, de úgy, tehát így pólót nem venném föl, ami megláttam a képet, és így ez a Redditen sápoltam, de ja, értékelem, hogy belefektetett energiát, mint a... Például a kézzel rajzolt zsírkrétával satírozott Sonic, az olyan, hogy az poén, de azt én... De pólóval se venném föl, tehát. Nem nagyon. Szerintem még ezzel jártál legjobban. Majd, mondom, akár hogy a Valuigi is nem volt ebbe benne, de amúgy szerencsésnek tartom magam. Ez a sárga smash-es, ez kurva sokat lesz rajtam, az biztos. Ez szerintem most a kedvenceim között lesz majd a... Mutassuk meg újra az embereknek. A Yeti spólók közül. A Yeti spólók közül. És ez szerintem egy olyan, még az összes Yeti spólók közül ezt fogják legtöbben meg legjobban felismerni. Igen. Írj nekik vissza. Nagyon, nagyon kevesen szoktak szólni, hogy jól Donkey Kongos pólót, de ez azért van ezen annyi minden, amit föl lehet ismerni. Ja. Jó van. Visszajössz nekik majd, hogy minket kaptál, vagy hogy örülsz a csomagnak, vagy nem tudom? Nem terveztem. Nem nagyon. Twitteren. Mert nincs Twitteren. Hát akkor. Nagyon jó fel az ügyfélszolgáltuk amúgy most, hogy így a refund miatt leveleztem velük, úgyhogy... Nekem is lett volna egy refund izém. De pont megért. Dolg velem. Nem, az van, hogy amikor ezt a csomagot rendeltem, ugye ott úgy van, hogy 7 dollár volt egy póló, 12 dollár volt két póló, és 15 dollár volt három póló. Ugye. És én 3-at rendeltem, és 21 dollárt vontak le plusz postát. És ugye, mert ugye az eredeti árat vették a pólókra, és én terveztem, hogy írni fogok nekik, hogy azt a 6 dollárt azt jó lenne, hogyha visszaszolgáltatnék, és mielőtt írtam volna, már ők külön jelezték és visszautalták. Igen, nagyon korrektek amúgy, és Twitteren is tök jó arcok, úgyhogy csak van, nagyon szar szolgáltat dolgoznak, mert nagyon lassan jönnek meg a csomagok. Nagyon lassan jönnek meg a csomagok, és nincsen EU Store, tehát ez a ráadásul azt hiszem nyugati parton vannak ráadásul Amerikában, tehát még lassabb a világ csomag. Másik feléről jönnek tényleg ilyen szopó. Mondom, nekem is ez volt az első alkalom, hogy nem jött meg Yeti póló, de amúgy nagyon korrektek, és THE, XLE.com, azt hiszem úgy írják. Úgyhogy ajánljuk őket. Na ennyi volt akkor az unboxing. Köszönjük Davidnek a lehetőséget és a technikát. A helyet, a kamerát, az állványt, a mindent. Fogadtatást, igen. Úgyhogy sziasztok. Az egész napot. Sziasztok.